Emlékszel állatúréra, mama? Hogy nem emlékeznék? Tudod, elköltöztek Nevadába, és most milliómosok. Igen, az a Rocco Alatore, az egy ügyes fickó volt. Apa nem akart vele menni? A te apád nem. De igen. Hallottam, hogy beszéltetek róla. Hogy Alatore üzletet nyit, és apát is be akarja venni. Rocco csak felpiszkálta az apádat, ennyi volt. De mi ez? Mi ez a kérdezősködés? Apa el akart menni vele, de te nem engedted. Nem engedtem? Mm-hmm. Ezt meg hogy érted? Akkor most mondj nekem, egyetlen olyan esetet, amikor az apád nem azt csinálta, amit ő akart. Nem tudom. Talán ez lett volna a nagy alkalom. Tudom, hogy apa nem volt, mint a gyerek, de talán egy kis támogatással. Micsoda érző élek lettél. Ha téged bánt ez a dolog, akkor talán beszélgessen róla egy pszichiáterrel. Várj! Mi az, hogy beszéljek egy pszichiáterrel? Hát nem ezt csinálják azok, akik mindig másokat hibáztatnak maguk helyett? Te igazi kemény játékos vagy, igaz, mama? Azt mondtad, hogy megfojtod a gyerekeit. Mit jelentsen ez? Mindenki azt hitte, hogy a papa a kegyetlen, de más volt a helyzet. Ha te feministák közé születsz, te lettél volna az igazi gengszter. Egyáltalán nem értem, miről beszélsz.